A pusztító lángok közé rohant a nagy Rábéi Erzsébet, hogy kimentse alvó gyermekét. A család otthona vált szinte semmivé, támogatásukért a polgármester is kampányt indított. A tűz egy 75 négyzetméteres lakóépületben és a szomszédos tárolóban tombolt nagy Rábén. Egy három gyermekes családháza égett le, szinte teljesen. Tehát augusztus 9-én volt 20 év, hogy oda költöztünk. A semmiből, pénz nélkül, hitellel. És most kezdjük újra. Újra hitel, és újra semmi nélkül. És most lettek készen. És most lettünk kész. Amikor beléptünk a kapun, akkor azt éreztük, hogy igen, ez a mi munkánk. Mert nem egy szállodába kell jól érezni magunkat, vagy egy tengerparton, hanem otthon. Otthon. A családommal. És azért lett ilyen, amilyen az otthonunk, hogy... Tehát tényleg egy otthon volt, ahol mindenki szívesen jött, ahol mindenki azt mondta, hogy imád itt lenni, mert ez egy arborétum, és minden, és most semmi. Most csak romok, meg fűszag. A tűzről az oltás alatt a helyszínen tartózkodó Tiszai Károly polgármester is posztolt közösségi oldalán, arra kérve a helyieket, ha tudják, támogassák a családot. Nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk, amit kaptunk. Lelki segítséget, anyagiakban mindenhogy segítenek, és nagyon-nagyon köszönjük nekik, csak még a vége az nagyon messze van. Televíziónknak sikerült elérnie a károsultakat. A családanya Erzsébet könnyek között mondta el, hogy a tűzeset a reggeli órákban történt. Férjével már dolgozni voltak, amikor a szomszédjuk kétségbe esetten hívta fel, hogy ömlik a konyhájukból a füst. Leégett a házunk, az életünk, a saját munkánk, és amire szükségünk van, az anyagi segítség, mert az összes pénzünk, az irataiból nagy rész minden. A szülők hazaérve azt látták, hogy mindenhol ömlött a füst, és már több helyen a lángok is felcsaptak a hosszú parasztház tetőszerkezete alól. A szomszéd asszony hívott fel a munkahelyemen, hogy tűz van, valami füstöl, pukkant füstöl. Akkor hazamentem, 5 perc, szerint annyira van a munkahelyem. Hazamentem, és már akkor az ajtón nem tudtam bemenni, az első ajtót vertem, ütöttem, nem tudom, hogy mentem be. A gyereket kihoztam, és utána már minden égett. Közben hívtam a férjemet, ő is hazajött. A palatető szinte teljesen megsemmisült a tűzben, de a konyha is leégett. A család jelenleg a két éppen megmaradt kis szobában húzza meg magát. Igen, néztük, csak én mondtam neki, hogy lehet, hogy elektromos. Tehát amikor azt mondták, hogy pukkanás, és hogy füst van, akkor gondoltam arra, hogy tehát a filmekben is ugye pukkan, meg mit tett, akkor gondoltunk arra, hogy elektromos tűz lehetett. De akkor már mire a férjem azért jóformán, akkor égett minden. Az ingóságaik nagy része oda lett, vagy használhatatlanná vált. A tűz során a villanyóra is megolvadt. Így jelenleg áram nélkül kénytelenek átvészelni ezeket a nehéz napokat. Olvadt minden le. Égett, pattogzott az üveg. Nincs konyhám, nincs tetőnk, sorolta az édesanya, aki televíziónknak azt is elmondta, hogy szerinte elektromos zárlat okozhatta a tüzet a konyhában. Részletezte Erzsébet, aki hálás azoknak az embereknek, akik támogatták őket a pusztító tűzvész óta.